kedves nézőkkel érkeztünk egy újabb tippes videóhoz, és nem csak egy tippes videóhoz, hanem magához egy új ranked tippes sorozathoz, aminek nem más nevet adtam, mint hogy Back to Hero, Back to Heroic, vagyis Vissza Heroicba. Nem feltétlen Heroicról lesz szó, a sorozat tematikája változni fog, több részt tervezek belőle. Rankedről, stb. stb. ugye, Újabb tippeket, amiket a mostani szezonbeli pussolásom tapasztalataiból szereztem. Újabb dolgokat, ugye, ezeket fogom átadni. Ö, tehát ö, még ebbe a szezonban vissza fogok menni Heróba, ennek a sorozatnak, vagy hát ebbe a sorozatnak a keretein belül, ugye? És ugye, óppán ezt akartam, ugye itt láttassátok, hogy Ebben a szezonban értem el másodjára a 4000 pontot. Egy sajnos személyes rekordot nem sikerült dönteni. Egy pár, ugye, ami első -e 4100 valamennyi volt, most meg 4070, na mindegy. Picit sajnáltam is, de az biztos, hogy tapasztalatokból többet szereztem, mint első alkalommal. Illetve még ebben a szezonban tervezek egy hogyan menj fel 4000 pontra tippes videót, viszont annak már nem csinálok külön sorozatot, mert öm, az ezekben a videóban hallható tippek kb. ugyanazok lennének, mint abban a videóban, úgyhogy még azt a hogyan menj fel 4000 pontos videót mindenféleképpen ebbe a sorozatba fogom beleilleszteni, ugye. Tehát igen, a mai videóban igazából öm, hogyan hoz vissza, ugye ez, ez, fog szerepelni a címbe is, hogyan hoz vissza óriási minuszokat, illetve nem csak magáról a mínusz visszahozásáról, hanem pont beli fejlődésről is lesz szó. Tehát ha nem mínuszt akarsz visszahozni, hanem minél fejebb szeretnél menni, ugye? Tehát, hogy pontokat szeretnél pusholni. Nem szeretném szaporítani a szót, belevágok egy ranked ha esetleg hallatszódik hangomon, vagy picit ilyen álmosabb hangomon, vagy valami ilyesmi, akkor sorry, mivel hát ezt a videót most így sikerül felvennem. Remélem, hogy nem zavaró. Az első, ugye, hogy miről tudok én beszélni, hogyan is mentem fel 4000 pontra, illetve nem csak magáról a 4000 pontra felmenet erről, hanem alapjáraton, hogyan lehet sok pontot felmenni. Nos hát az én tapasztalataim szerint, Játékidő nem annyira fontos. Tehát hiába játszol te napi 5 órát, ha rankedbe befelmész 10 pontot. Tehát, ja. Ö, én azt vallom, hogy naponta nagy pontnál már napi egy-két meccs, naponta 3 minimum, vagy hát max inkább úgy mondom. Tehát ha már csillagos heró felett vagy, akkor naponta max 3 meccset megy, és ugye ennek a legfőbb alkotó eleme, a napi pontos meneted lesz, amiből hoz ki a legjobbat, top 3-at minimum. Ö, tehát igen, az fogja adni a nagy löketet, ugye. Ugye, aki nézte már az előző tippes videóimat, az tudja a legfőbb ilyen tippeket, hogy naponta 100 pontot haladj, csillagos heró felett, már napi 50 -et de ezt mindenki alakítsa a saját maga képességei, képességeihez, ugye. De én azt vallom, hogy naponta max. három meccset rankedezzé, ha neked valami céljaid vannak. Tehát igen, nem, nem attól függ, hogy te napi öt játszol, mert aztán beszopod a nagy faszt, és hát nem lefele fogsz, vagy hát nem felfele fogsz menni, hanem lefele, ugye. Hát igazából nem egyszer nem, nem egy példát mondhatnék arra, hogy különböző ilyen globálos játékosokat láttam, napi több órát játszani. Mondok egy példát, Action volt, már nem pussol, viszont globál toppon volt, 13 ezer valamennyi ponton, a csapatával, Grandmaster ugye, és a live olgatta, hogy hogyan mennek fel. És hát. Ö, ott is az van, hogy mit tudom, 5 órát játszanak, azt idé. Tehát napi szinten, és akkor be, bekapnak egy minuszt, tehát ott nincsen az, főleg squadba, ugye, hogy mit tudom én, 20 élnek, meghalsz, legyen a 10 killed, olyan minuszt bekapsz, hogy hozhatod vissza 10 hétig, körülbelül. Tehát igen, tehát lehetőleg ilyen ne, ne legyen, tehát tiább rankedben nem az a helyzet. Alapjáraton nagyon kemény csapat, Ö, tegyük fel, hogy köztetek van egy ilyen, <kül> és akkor alapjáraton Action Boltnak a csapatából egy darab ember alapjáraton megenne négy embert, 4v1-be, 1 v 4 és, akkor lesnének. Viszont tehát rankedben nagyon nem ez a helyzet. Lehet, hogy te majd azt gondolod, hogy te mekkora egy kemény vagy majd te, naponta 5 óra játszással eléred a Grandmestert. Nem ez a helyzet. Mondok még egy példát. Rafael Vince szerintem a egyik legnagyobb szolójátékos. Minden szezonban Grandmester felett van. Öm, és live ő is élőbe. Legnagyobb szóló És, öm, és Nap, napi 5-7-8 óra játszással. Örül, ha ö, kijön plusz 10 ponttal a live-nak a végére. Mert elmondom, hogy hogy néz ki ez. Ö, nagy belkez játszani az emberként, aki szeretne pusolni, elhiszi magáról, jó, egy ideig jó megy Tegyük fel össze, pushol 50 pontot, ami azért csillagos heró fölött már eléggé meredek akkor bekap egy darab mínuszt, mondom egy darabot, úgyhogy 20 élnek, és van 5 kilje, és egy mínusz és mínusz 50. Na most, számoljunk csak, egy és fél óra minimum, amennyi idő alatt összehozol te um, Csillagos Heró felett 50 pontot. Úgyhogy ha vinelsz, akkor is ilyen 14-15 pontot ad. És hát négyezer már is beszéljünk inkább, meg úgy már mikor közelítünk felé. Már tényleg örülsz a 13 pontot, Ad Max, ugye? És um, tudom, hogy ez, hogy ez kicsit unalmas lehet, hogy erről beszél, de meg kell érteni. Meg kell érteni a rankednek a működését, hogy nem úgy van, ahogy te gondolod. Én most, ugye, mikor kezdtem a rankedes tevékenységeimet. 10, 10 hónapos videó kim vannak, amikor felmentem itt a csillagos heróba. Akkor még neki kezdtem újra a játékot. Nulla tapasztalattal. Valahogy mégis összehoztam. És azóta lehet, hogy nem látszódik sok fejlődés, de mégis ennyi idő kellett ahhoz, hogy egymásra pakoljam a tapasztalatokat, és és legyen egy valamilyen szintű rankedes tapasztalatom a rankeddel kapcsolatban. Tehát, amit tanácsolni tudok, naponta max. 3 meccs, meccsed legyen csillagos hero fölött kép. Tehát ugye mi is szerepel a címben, hogyan hoz vissza sok minuszt, illetve hogyan menj fel eleve már sok pontot. hát ez egy ezt mindenféleképpen tartsátok be, tehát, hogy naponta max. pár meccs, ugye, mivel nagyon megüthetitek a bokátokat. Illetve, öm, pár hét alatt, tehát tényleg pár hét alatt olyan szintre lehet pussolni, ugye, öm, amikor elsőnek értem el a 4000 pontot, mindössze két darab hét alatt mentem fel 4000 pontra, Platinum 2-ből 4000 felé. 4000 felé. Igaz, hogy ott a ranker rendszer is más volt még, a szezon közepe fele volt, ö, tehát nem, az a, nem ugyanaz a rendszer, mint szezon kezdéskor, ugye? Sokkal könnyebb. Ö, de igen. Tehát, ö, ugye, lehet, hogy úgy érzitek, hogy most nem vagytok erre képesek. Lehet, hogy úgy érzitek, hogy nincs elég időtök, nem vagytok rá képesek, de ez nem teljesen igaz. Szerintem a négyzetpont minden játékos ö, számára egy elérhető cél lenne. Ha nem mindenki eszetlenül játszana, meg keménylegényes dit játszana, hanem használna az eszét és újra kedezne, akkor nagyon könnyen össze lehetne hozni mindenki számára persze ebbe is van kívás, nem arról beszélek, de okosan meg lehet ezt oldani. És most mondani fogok valamit, és ezt jól jegyezzétek majd meg, amiben szerintem nagyon nagy igazság van. Ha úgy érzed, hogy, hogy alacsonyan vagy, és, és számodra ez nem lehetséges, mit tudom, mint Platinum 1-es, vagy, vagy, nem tudom, Dia 1 és számodra lehetetlen tűnik az a 4000 pont, vagy vagy a saját egyéni célod, amit te kitaláltál magadnak, akkor gondoljatok arra, hogy, hogy, alacsonyabbról, magasabbra lehet törni. Lehet, hogy ezt rosszul fogalmaztam meg, tehát mélyebbről, magasabbra lehet feltörni, mint az, aki már magasan van. Higgyétek el, sokkal magasabbra fogtok feltörni, mivel mivel ugye maga ez a mondás, hogy mélyebbről magasabbra tudsz feltörni. Gondoljatok bele, mennyire igaz. Akkor megérzitek a lendületet, ráéreztek. Sokkal magasabbra fogtok feltörni, mint az, aki már magasan van. És húha, mekkora kemény. Ezt az elvet tanuljátok meg, srácok. Közben így tudnék magamnak venni egy darab gránátot. Köszönjük szépen. Ez jó díl volt. Tehát ugye, ezen kívül még ö, szükséges ö, a szoló, hoppá, van egy emberke. Hoppá, hát elég szépen leszette a fejesemet. Nem baj. Jaj nem, nem akartam az óvót fölvenni, mindegy, ez még csak az első kör, ne legyünk beszarva Úgyhogy egy srácok, remélem, hogy elég jó információkat adok át ebben a videóban. Hát annyira nagy duranásokra ne számítsatok, mivel, mivel ugye ez még csak az első része ennek a sorozatnak, amit full álmosan, félig beállva veszek fel, csak magyarázok, amit tudok, szólja. Azért ezzel legyetek tisztában, hogy, 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 hogy nem tudom én is lehozni a csillagokat és picit elfelejtettem, vissza kell gondolni. Igen, ugye, hogy saját tapasztalatokat szerezzetek. Természetesen ezt a tippes nem a nulláról kezdjük ilyen nagyon kezdő játékosoknak, tehát azért nem tudom, egy heroik elérése azért ne okozza nagyon túlságosan nagy akadályt, ha már ilyen nagyobb célokon gondolkozunk, ugye. Tehát ugye nagyjából ennyi, hogy hogy minden tésszel csináljátok, ugye? Mert ugye a ranked nem arról szól, hát arról is, hogy hogy hogy, hogy, hogy ugye nem tudom, te, te majd bemész kemény és akkor nagyon ja, nem ez a helyzet, ugye? Tehát persze vannak szélsőséges példák, ugye? Nem tudom, ha valaki vincázónak érzi magát, az nyugodtan csinálj, és akkor tessék, mutassa meg, hogy úgy felmegy. Még tudnék beszélni például különböző ilyen ö, dolgokról, hogy ki hogy megy fel, ugye, nem, nem tudom, kempelve, kevésbé kempelve. Ez is ö, különböző helyzetektől függ. <kül> Tehát például van egy kemper ember, jó. Elfogadjuk, rankerbe tegyük fel. És akkor kiderül, hogy Diamond 1-es, és akkor ott kempel bent a házban, bazd meg hát nem tudom, szerintem én egy olyan embert, aki, mit tudom, 4000 ponton van, oké, okay, megértem, de egy dia egyes ne kempelgessen nekem a pályán. Jó, tegyük fel, jó, kempelgessen, mert mindenki a saját képességei szerint tevékenykedik, játszik. Ez már csak az én feltevésem. Öh, igazából én bevallom nektek őszintén, én fele-fele arányban játszottam, ugye, a mostani szezonba. Hoppa, ott szépen áldogált egy pali. Tehát meg, ha megkívánta a helyzet, kempeltem. Hát ne értsük úgy, tehát azt ne úgy értsük, hogy leszálltam egy házost, ott kempeltem egész végig, hanem mit tudom én. hoppá. Mindegy, bazd meg hagyjuk. Tehát, hogy mit tudom, felmentem egy kilátóba, mert a kör úgy kívánta meg, hogy, hogy én nekem jobb helyem lenne egy kilátóba, mint sem futkorázni a nyílt mezőn, amikor én, amikor én már javába a 4000 pontra akarok kiukadni, és akkor én itt futkározok, mint egy paprika jancsi a mező közepén, hogy mekkora kemény vagyok. Tehát ilyen, ilyen, ilyen okos, kétszázikus kempelési taktikákra gondoljatok, Üm. igazából ezzel semmi baj sincsen, szerintem, igazából a ranked nem feltétlen, arról szól, hogy te, lássátok, ha én keménynek gondolnám magamat, oda mennék, oda mennék, az szétfájtolnak mindenkivel, de nem, próbálom a jobb helyezést elérni, sokkal jobban csinálni a dolgokat, hiába hogy dia 3 vagyok, de minél jobban szeretném szemléltetni, akár még meg is nyerem, ha úgy van. Tehát igen, ilyen olyan dolgokra figyeljetek, ügyeljetek Mondom, hogy saját, mindenkinek saját magának kell kitapasztalni. Majd a további ilyen videóban számíthatok, nagyobb tippekre is, mondom inkább felveszem ezt a videót így, mint hogy inkább ne adjak át nektek semmiféle információt, aki, akinek megfelel, megfelel, hanem nem ugye. Igazából én örülök, ha tudok valakinek segíteni, ha valakinek nem üti meg azt a szintet ez a videó, hogy ő neki segítséget nyújtson, az is, azt is elfogadom. Ö, ők biztos jobbak, vagy, ő, vagy ő nekik már nem mondok újat, ami eléggé lehetséges. Ha például duóban csapatban játszotok, akkor figyeljetek arra, hogy kikkel. Természetesen itt is már nagyobb pontról beszélünk, amikor már nem csak egy haveri játszásról beszélünk, hanem komoly pussolásokról. Bad meg, most kicsit beakadtam, ja, most tudunk valami normálisabbat venni esetleg. Négyes szkópot. Ó, köszönjük szépen. Ja, az már az. Ó, oh, de jó mindegy, azt hittem, hogy nincs négy eszkópo, mindegy, <kül> na, hanem már komoly pussolásokról. Úgy mondtam, hogy hogy kivel, hogy közös legyen a cél. Tehát mind a ha duóztok, akkor a csapattársad is, ö, csapattársadnak is a cél lebe igen a szem előtt, illetve a szkvadoztok, akkor a többi embernek is a cél lebe igen a szem előtt. Ha megkívánja a helyzet, akkor óvatosabbak legyetek, ugye, vagy ha sokszor alakul úgy squadban, hogy izé, hogy megdöglik mindenki, aztán egy darab embernek kell kihoznia a lehetőleg pozitívra a meccset, hogy, hogy, pluszos legyen mindenki számára, vagy ha nem is akkor, na az az or orbitális mínusz, hanem mit tudom én, egy mínusz 5 vagy mínusz egy, vagy akár nulla pont, tehát mindenféleképpen topposra hozza le, ez megkívánja a kempelést, ugye, tehát lehetőleg a csapattársak legyenek kompromisszum készek. Tehát ha ezt meg azt kell csinálni, akkor ne legyen az, hogy neki állnak nyafogni, hanem igenis tegyék meg. Ugye ez, ez tőled is elvárandó, te is úgy állj hozzá, ha csapatba játszol. Már ezért nehezebb egy olyan csapatot találni, akik akik össze összetartóak, meg nem az van, hogy lelépkednek, meg mit tudom én, milyen, milyen ilyen olyan cifra bajuk van, és akkor nem összetartóak, ugye. Ö, de hát igen, ugye, ha meg szolózol, hát én igazából a szolónak a híve vagyok, itt mentem fel világ életembe, hoppá, sniperos kollega, remélhetőleg nem falon átlövés. Ja, nem, mert VP. figyétek. Ja, Na, valószínűleg nagyon elhitte, hogy ő itt a sniper mester. Top 2 igazából. Ha ilyen 4000 pont felett lennék és pussolnák, ugyanezt csináltam volna a szóval. Így kell normálisan játszani, ugye. Láttátok, nem volt semmi kempelés. Használtam az eszemet, nem mentem előre, mint egy mint egy keménykedő paprika Jancsi. Talán még egy nyertes meccset is kihozok ebből a menetből. Ez majd eldől mindjárt. Jaj, de hülyé raktam a falat, a jó ég. Ajajaj. Itt ajaj. a kollega huncuk dolgokkal próbálkozik. Nem tudom, hogy ennek a úgysembenek milyen képességei vannak, de minden esetre. Hát a falunk az ugyanolyan. Na ez már egy jó szintöcsém. Ha már valaki használja a eszét is. Granyózik, figyeljetek. Nem, jó. Hát rip. Vagy még az a. MP40 még egy hadit beadott volna, akkor megnyertük volna, de top 2 mindegy, ilyen most azért nem fogok siránkozni. Láttatok az egész meccset, ugye, nagyjából ennyi lenne az elképzelés a gyakorlatban, ugye. Ha nagyon megerőltettem volna magam, akkor, akkor megnyertem volna, higgyétek el, de most így gyálmosan, meg így összeszedetlenül a videózás közben tesz sikerült a top 2. Um, ezt kéne csinálni, nektek is nagyjából, ha pussolni szeretnétek. Um, remélem, hogy nem lesz túl hosszú a videó, de még itt is a videónak a végére szeretném összeszedni a gondolatokat, illetve pár ilyen-olyan dolgot még hozzáfűzni ehhez, hogy még több tippet tudjak adni. Tehát igen, ha már nagyon magas ponton vagy, akkor nagyon, nagyon számítanak ezek a dolgok, um, úgyhogy igen, illetve, ugye ami címben van, erre lehet, hogy nem adtam konkrét választ, és várják az emberek, hogyan hoz vissza nagyon sok mínuszt. Ezt is észre kell csinálni, de viszont higgyétek el, srácok, és amit mondtam, jegyezétek meg, hogy mélyebbről sokkal feljebb lehet törni. Tehát igen, ez, ez válasz konkrétan erre a kérdésre. Tehát a lejjebb estek, szarjátok le, magasabbra lehet feltörni. Ki nem szarja le? A feltör kétszer magasabbra, mint ahonnan leestem a lendülettől, hogy megérzem az ütemet is, és feltörök. Így kell felfogni, ugye? Rankedezzetek, használjátok az eszeteket, és szerintem bármilyen cél elérhető, hát azért nem, mert nem fogom elérni a globál 10.000 pontot, meg globál top 1-et, de ha esetleg úgy hozza a sors, valamikor odáig elérek, hogy, hogy esetleg globális szinten teljesítsek, tehát real grandmaster hogy ilyen 6.000 felett, ugye? akkor, akkor úgy hozza a sors, és akkor akkor is tudok majd nektek segíteni, meg minden, de ugye jelenleg még a mostani tapasztalataim szerint tudom ezeket átadni. Remélem, hogy érdekesnek találtátok az első részt, aki esetleg egetrengetőbb eget tippekre e, vár vagy vágyott, azt egy csajnak ma csalódott, de most ennyit tudtam így összehozni, így mondom, hogy álmosan meg így, meg így belekezd első kezdésnek, ugye, viszont majd Szeretnék jobbat is hozni, ugye, összeszedettebbet, szöveget, szöveget írni hozzá akár, és tényleg jobban összeszedni a gondolataimat, úgyhogy nem egy ranked meccset megyek még közben, viszont itt legalább tudtam szemléltetni a dolgokat. Köszönöm még egyszer a figyelmet, sziasztok mindenkinek, sok sikert a rankedhez!